A protokollnak és a szokásjognak teljesen ellentmondva letegezte az ülésteremben Orbán Viktort a korábban a parlamentből örökre kitiltott Tordai Bence, a Párbeszéd újdonsult országgyűlési képviselője. A fiatal politikust kérdezzük, hogy véletlen elszólás volt-e a szemtelensége. Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Jó estét! Jó estét, kívánok, szervusz! Tegeződünk? Hát adáson kívül tegeződünk, nem? Orbán Viktorral is tegeződsz adáson kívül? Vele még nem volt adáson kívül szerencsém találkozni. Az adás az ott a parlament. Mert hogy Orbán Viktort is tegezed. Ma ilyen tegeződős napod van. Én örülöm, mert fogadom. Én úgy általában tegeződni szeretek az emberekkel. Azt gondolom, hogy egyenlő felek között ez a legkényelmesebb közlekedési mód. És egyébként, ha valaki azt gondolja, hogy a tegezés az a tiszteletlenségnek a jele, akkor szeretném mondani, hogy az általam leginkább szeretett és tisztelt embereket tegezem. Tehát nem ez a tiszteletlenség jele. Egyébként nem tisztelem Orbán Viktort, félreértésnenség, de pozícióval jár tisztelet? A pozíciónak magának egy közjogi berendezkedést tekintve alapul, tehát van egy köztársaságelnök, házelnök, miniszterelnök, jár? Alap esetben igen, de hogyha valaki annyira méltatlanná válik a tisztségére, mint meggyőződésem szerint Orbán Viktor vált azzá, akkor nyugodtan ki lehet fejezni akár a megvetésünket meg is. Tudom mutatni, meg tudjuk a kedves kollégáimmal mutatni azt a részletet a mai parlamenti ülésről, amiről a mi beszélgetésünk indult tulajdonképpen. A kikit tegezés milyen körülmények között. Megmutatjuk? Viktor, érdekes lenne megvárni a végkifejletet, ha nem a mi bőrünkre menne a játék. Aztán jött a te, de azt már alig lehetett hallani, mert az ülést vezető Latorcai képviselő úr gyakorlatilag beléd folytotta a szót. Hát kikapcsolta a mikrofonomat egy időre, de aztán visszakapcsolta, és az a fenyegetett, hogyha nem tanúsítok kellő tiszteletet, és nem tartom be ezt a szokásjogot, hogy itt nincs tegeződés, hanem mindenki magáz mindenkit, akkor is, hogyha egyébként a széksorok között tegeződnek, szóval akkor nem is. Majd ezt követően letegezted a Fidesz és KDNP frakcióban ülő képviselőket, na és akkor ott közölték, hogy innentől nincs tovább. És aztán visszaálltam, akkor... tehát ha csak ez számít nekik, hogyha forma számít és nem a tartalom, akkor adjuk meg a formát, és próbáljanak figyelni a tartalomra, mert szerintem nem az volt a lényeg. Nyilván ez is egy érdekes gesztus volt, hogy nem magázottam, de nem szándékaim szerint én szeretném ezt meghonosítani. Igazából ez egy hosszú távú küldetésnek a része, csak most épp összecsúszott egy erős tartalmi üzenet, meg az, hogy az első felszólalásom a parlamentben. De a következő felszólalásod is úgy kezdődik, ha mondjuk egy minisztert fogsz megszólítani. Utána fogok menni, mert Latorcai alelnök úr azt mondta, hogy a házszabályban van ilyen rendelkezés, hogy nem lehet ezt csinálni, szerintem nincsen, de majd... Hát nyilván nem a tegezésre lehet, gondolom, hanem a tisztelet. A kellő tisztelet, de hát a tiszteletlennek meg lehet lenni magázódva is, úgyhogy ha ahhoz ragaszkodnak, hogy magázódva legyek tiszteletlen, akkor az leszek, mert ez üzenet volt itt a lényeg, hogy milyen kormányt állít fel, milyen kormányzati struktúrát állít fel Orbán Viktor, és hogy tolódunk el egy hajdanból demokráciából egy tiszta önkényű uralom felé, hogyan központosítja még tovább az új minisztériumi rendszerben a hatalmat maga körül. Tudod, azért volt csibészség ez a történet, de te pontosan tudod. Már most mosolyogsz, te pontosan tudod, mert életed első parlamenti felszólalása volt. Szűzbeszéd. Így. Na most, ezek általában úgy elszoktak sikkadni, mert a legtöbben a meghatottságtól és a megtiszteltetéstől alig mernek valami komolyat mondani az első felszólalásuknál. Most a tiédről ellenben mindenki beszél. A kormány sajtó, az ellenzék, mi is megmutatjuk, felháborodva nyilván a másik oldal is meg fogja mutatni. Tehát értelem letetted a garast, itt vagyok. Izgultam azért egy kicsit, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a környezet ez nem hat az emberre, meg a 100 dühös fideszes és KDNP-s is nem a legjobb közönség. De mit aztán... kiabáltak neked? Mert az, a közvetítésből nem lehetett pontosan kivenni, de azt lehetett hallani, hogy kiabálnak. Hát elég sok mindent, majd visszaolvasom a jegyzőkönyvekből, mert a gyorsírók zseniálisan rögzítik. Tényleg nem hallottam, mert hogy hallottam a saját hangomat kihangosítva, hallottam a levezető elnök hangját, aki szintén mikrofonba beszélt, és emellett nem hallani, csak aki közvetlenül mellettem ül, azt hallhattam volna. Ők nem kiabáltak, egészen érdekesen alakul egyébként a viszonyunk a környező fideszesekkel, mert semmi haragot, dühöt nem fejeztek ki utána, hogy ez hó. Tehát így szemtől szemben nem mondják. És utána tegeződtél velük? Persze, előtte is. És visszategeztek? Hogyne.
Egyébként te így sem voltál már túlságosan népszerű, te vagy az a képviselő, aki csak azzal a lehetőséggel tudod bejutni végül a házba, hogy fel kell venned a mandátumodat, mert az neked jogod. Mert egyébként az utolsó másodpercig ki voltál tiltva Kövér László döntése alapján a házból, méghozzá örök időkre. Több mint egy évig tartott az örök idő. Furcsa meghatározás. És hát persze a fideszes körökben nem vagyok túl népszerű, viszont a Facebookon azt látom, hogy nagyon sokaknak a véleményét mondtam ki, amikor arról beszéltem, hogy Orbán egyszerűen nem tűri azt, hogy rajta kívül legyenek autonóm gondolkodók és cselekvők a kormányban, nem tűri azt a veszélyt, hogy esetleg az ő akaratának bárki szembeszegüljön, és azt sem sokan viselik jó szívvel, hogy olyan minisztériumok hiányoznak a következő kormányzati szerkezetből is, mint az oktatási, az egészségügyi, a környezetvédelmi és hasonló olyan ügyekkel foglalkozó tárcák, amik tényleg a hétköznapi életünket, az életminőségünket alapvetően befolyásolják, hogy ott milyen teljesítmény nyújtanak. Azt mondtad, hogy sajnos nincs itt a Fidesz elnök, úgyhogy csak üzenni tudok neki. Viktor, érdemes lenne megvárni a végkifejletet. Mi az a végkifejlet? Azt mondtam, hogy egy zsákutcába roham, bekötött szemmel előre, és felvázoltam egy ilyen ideális orbáni államot, ahol egyetlen minisztérium van, az Orbán Viktor akaratát végrehajtó minisztérium, de abban is csak robotok dolgoznak, nehogy bárkinek a szabad akarata gondot okozzon. Tényleg ebbe az irányba megyünk. Ezt a végkifejletet várnád meg? Hát érdekes lenne, hogyha nem lennének nagyon súlyosak a következmények egyébként. Tehát most ott tartunk, hogy Orbán Viktor átnyúlva a minisztereken bármelyik állami vezetőtől közvetlenül megrendelést adhat neki, beszámoltathatja, és itt tovább. Tehát, hogy mintha nem is lennének miniszterek, minek vannak gyakorlatilag most már ott tartunk. Arra majd ők talán megtalálják a választ, viszont arra te tudod a választ, hogyha ez egy zsákutca, ebbe 2,6 millió magyar állampolgár miért ment be önként dalolva? Ennyien szavaztak erre Orbán Viktorra, akit te ilyennek írsz le. Az az érdekes, hogy nem a kormányzati teljesítmény számított, és erre is tettem egy utalást, hogy itt voltak kihallatszottak legalábbis ilyen vita zajok a kormányból, hogy voltak, akik szerettek volna kormányozni, és szerettek volna a kormányzati eredményekkel kampányolni. Ehelyett jött az a kampány, ami szégyenteljes volt tényleg, és végtelenül aljas és buta, ugyanakkor eredményes. Ez szomorú, de ez nem hatalmazza fel arra egyébként a győztes pártot, hogy olyan intézkedéseket valósítson meg, amik a saját szavazóinak is. Én nagy sportrajongó vagyok. Az edzők szokták mondani, hogy nem szépen kell játszani, nem győzni kell. Hát nem tudom. Orbán Viktor a sportból jön. Igen, de azokat a sportolókat, akik dopingolnak, kizárják a versenyből. Most itt nincs egy olyan felsőbb hatóság, aki kizárhatná a dopingoló Orbán Viktort vagy a Fidesz. Dopingolt? Nem csak az történt, hogy összevásárolta a legjobbakat? Lopott pénzből, akkor hogyha így vesszük, igen, akkor egy... Jó, ezt akár annak fog, igen, értelek, akár merről kerülünk, a vége mindig egy ilyen mondat lesz, értem a helyzetet. Milyen lesz a Párbeszéd frakció? Ez egy, bocsánat a kifejezésre, elég szedett vedett frakció, tehát van benne egy MSZP, és van benne egy liberális, meg három Párbeszéd politikus. Lesztek ti egységes frakcióvá? Én azt gondolom, hogy össze fogunk csiszolódni. Nagyon jó személyes véleménnyel vagyok Bőszonetről is, aki valóban a liberális pártot képviseli, és Burán Sándorról is, aki korábban a szocialista frakcióban ült. Ők ezt örömmel vállalták, hogy velünk dolgoznak azért együtt. Azt nem mond nekem, hogy amikor elkezdted a politizálást, akkor az volt a fejedben, hogy Burán Sándorral ülsz egy frakcióban. Ezt valóban nem gondoltam, de annyi mindent nem gondoltam korábban. És sose rossz a fejleményt a politikában, mint hogy egy Sanyihoz hasonló emberrel kelljen együtt dolgoznom. Tényleg, amit eddig láttam belőle, azon csodálkozom, hogy nem nálunk pártag, de hát ez is változhat még. Szóval az a helyzet, hogy az emberi minőség és a szakmai teljesítmény az nem pártkötődés, párthovatartozás dolga. Milyen frakciót akartok? Szakmázni fogtok, vagy inkább indulati politizálás lesz, mint amit ma láttunk tőled? A szakmázásnak nincs értelme, nem hallgatják meg. Tényleg, mi 2010-ben kezdtünk el érdemben parlamenti munkával foglalkozni, akkor még LMP színekben, és azt gondoltuk, hogy a konstruktív ellenzékiségnek van tere, de olyan szinten veszik semmibe és söprik le az összes, akár jó szándékú, akár teljesen ideológiailag, pártpolitikailag semleges érvet és javaslatot, hogy egyszerűen értelmetlen, úgyhogy a parlamentet arra kell használni, amire lehet, felhívni a figyelmet fontos ügyekre, magunkra, és egyébként meg kimenni és az emberekkel minden lehetséges csatornán tartani a kapcsolatot, és felépíteni azt az ellenzéket, amely képes lesz megverni majd a Fideszt. A Balhéktól meg ezek szerint ezután sem fogsz tartani? Hát nem állnak távol tőlem az ilyen típusú akciók.
Tegeződünk. Köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy eljött egy elemáskor is. Tordai Bence országgyűlési képviselővel ért véget ez az e-heti egyenes beszéd sorozat. Jó hétvégét kívánok mindannyiuknak, és hétfőn folytatjuk remélem önökkel együtt. Viszontlátásra!